A mai konstelláció, mai együttállás lényege nagyon-nagyon fontos, így december 21 felé járva. És tulajdonképpen egy szinten valahol minden a szeretetről szól, most így ez a, úgy hívjuk, hogy dimenzióváltás, de valahol mi is ez a dimenzióváltás, mert erről úgy is fogtok kérdezni, úgyhogy majd akkor elmondom. Szóval az emberiség egy nagy váltás előtt áll. És ez a váltás lényege maga a szabadság. Hogy te mennyire vagy szabad. De a szabadság itt nem attól függ, és most el is mondom az előadás lényegét, nem attól függ, hogy te megszabadulsz, hogy te sárba pikród egy anarchista módon a törvényeket és a világrendszereit. Nem attól leszel szabad, hogy tönkre zúzod körülötted a rendszert, a bankrendszert, a államigazgatás, vagy akármi. Nem, a szabadság, ez nagyon fontos, hogy tudd, hogy ez egy belülről jövő állapot. Tudjátok, ismertek ezt a mondást, hogy az, aki igazán szabad ember, tehát egy megvilágosodott ember, egy szabad ember, a börtönben is érzi a szabadságot. Mert ez egy belső állapot. És talán azt mondhatnánk, hogy mindenki ebben szenved, hogy nem érzi magát szabadnak. Mert van egy csomó teher, egy csomó gond, egy csomó probléma, amit meg kell csinálni, nem akarod, de megcsinálod. Elvárások vannak, Úristen, mit fognak gondolni? Nem vagy szabad. Sajnos. És ha a szabadságot tovább boncolgatjuk a mai nap szellemében, akkor ez oda vezet, hogy a szeretet. Mert ha te szeretnéd magad, akkor szabad lennél. Ha te szeretnéd magad, akkor nem tennél kárt magadban. Szellemileg, lelkileg, illetve fizikailag. Mert most ugye nem szereted magad, ezért csinálsz egy csomó jó munkát és dolgot, amivel tönkre veszed nem csak az egészséget, hanem lelkileg megnyomulj. Benne vagy ugye olyan párkapcsolatokban, amelyeket már ismerik azt az érzést, amikor évekig benne voltál egy párkapcsolatban, ami megnyomorított, nem szeretted, szenvedtél, boldogtalan voltál. Ismerik azt az állapotot, amikor benne vagy egy élethelyzetben, legyen ez egy munkahely, legyen ez egy egészséghelyzet, ugye, és hogy nem változtat az ember, nem meri magát szeretni. És tudod, hogy itt jön be egy nagyon fontos kérdés, és ez a mai konstelláció, az a nap Jupiter szembenállás, ez pont ezt fogja majd részletezem, hogy ugye attól félsz, hogyha szereted magad, akkor ugye önző leszel, és akkor a másik embert megbántod. És ugye ez egy nagyon-nagyon fura illúzió, és erre sajnos még a spiritualitás látott sajnos egy lapáttal, hogy ne legyél önző. Mert ugye, ha szereted magad, akkor elkezdesz dolgokat magadért csinálni, és akkor az a másiknak nem fog tetszeni. És itt jön be egy kis probléma, hogy ez a másiknak nem fog tetszeni, és a másikat megbántod. Ez egy olyan nagyon-nagyon őrült játszma, rendszer, amiben az egész emberiség benne él, ami teljesen meghűített bennünket. Mert ugye, te tele vagy elvárással. Vegyünk egy párkapcsolatot. Ugye elvárod, hogy a társad mondjuk minden este beszélgessen veled, mert ez neked fontos. Elvárod, hogy a társad ne menjen el, mondjuk, hogyha nő vagy, ne menjen el este sörözni barátaival, hanem inkább benne legyen, veled legyen. És ugye, ha tudjátok nagyon jól, hogy a párkapcsolatban, amikor megkérdeznénk most itt téged, hogy milyen párkapcsolatot szeretnél, akkor tele lennél egy csomó elvárás, hogy igen, azt szeretném, hogy a társammal csak tudjunk órákig együtt ülni csöndben, és egy csomó ilyen dolgot mondanál, ismered ezeket az érzéseket. És ugye mi történik? A társad azt mondja, hogy én most akkor érzem jól magam, hogyha elmegyek a barátaimmal sörözni. Te mit mondasz? Önző disznó, nem velem foglalkozom. És érted, ez egy játszma. Ez egy annyira el van itt, egy csomó minden féligazság, egy csomó minden torzulás van itt ebben, megpróbáljuk most ezt végigmenni. Jó, hogy ezt így végigmenjünk ezen. Ugye te azt várod el, hogy mondjuk ezt a példát fogom használni, azt várod el, hogy a társad ugye nem menjen el sörözni a barátaiddal, mert neked most éppen szükséged van rá. És ő pedig akkor érezni jól magát, hogyha most ő elmenne a barátaival egy kicsit kikapcsolódni. Ugye, ő akkor lenne szabad, hogyha elmegy sörözni, te meg akkor lenne szabad, úgy éreznéd magad, hogyha itthon marad a társad. Ugye ez egy ilyen őrült helyzet, amivel nincs kiút, ugye, és ekkor szoktuk azt mondani, hogy kössünk kompromisszumot. Te két napad elmehetsz a barátaiddal, két nap velem vagy. És akkor egy csomó ilyen megalkulás kerül bele a kapcsolatba, amikor tulajdonképpen mindenki fölvesz egy ilyen csomagot a hátára, hogy jó, ezt a kis rosszat még eltűröm, és majd cserébe biztos kapok valami jót, és akkor jön az ego.
Te többet mentél a barátaiddal, 3 perccel többet voltál, mint a múltkor, ugye nem masszíroztál meg eléggé, vagy nem tudom, hogy valami hasonló. Ugye? És ez egy olyan ördögi kör, amiből nincs kiút. És tulajdonképpen minden párkapcsolat, minden szeretetre épülő rendszer ebben az elvárások tengerében küzd, és ebből nincs kiút. És hogyha most egy nagyot ugrok, és majd közben megnézzük, hogy hogy jutottunk el oda. Ha egy nagyot ugrok, akkor azt látjuk, hogy ha te elkezded szeretni magad őszintén, és elkezded megélni magad teljesen, akkor ez bizony nem fog tetszeni egy csomó embernek körülötted. Nem fogsz elmenni meglátogatni édesanyádat, mert éppen boldogabb leszel akkor, ha kindülsz a réten és figyeld a madarak lőttét. Anyukád mondjuk azt fogja mondani, hogy kisfiam, milyen butaságot csinálsz, eljöttél volna engem meglátogatni. Ugye? Megsértődött anyuka. És sorolhatnánk még a dolgokat, hogy mondjuk nem mész be dolgozni, nem keresel egy pénzt, a párod megsértődik, hogy miért postálkodsz, közben pedig te, de sokkal többet kaptál azáltal, sokkal jobb emberré váltál, hogy mondjuk a mezőn ültél és nézted a madarak röptét. És ugye hol van itt az ego? Hol ment az önzés? Hol van itt az a vagyok, aki vagyok, és megélem magam szabadon? Na ebbe az elme, az nem lesz a te társad, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket, mert az elméd az mindenféle szabályokhoz kötött, mindenféle elvárásokkal traktál téged. És mondtam, hogy nagyot ugrunk, ha te elkezded megélni magad szabadon, de tényleg az ego nélkül, tehát önzés nélkül elkezded magad szabadon megélni. Tudod, és a társad is mondjuk párkapcsolatban, a társad is elkezdi magát szabadon megélni, akkor mi történik? Te azt érzed, hogy el kell most menned mondjuk egy 2 napos elvonulásra, mert tudod, hogy az neked mindennél többet jelent. Ha a társad szabad és nincsenek irántad elvárásai, akkor mit fog mondani? Ó, babám, mennyire örülök ennek, hiszen te egy boldogabb emberként fogsz hazajönni, ami még jobbat fog tenni a párkapcsolatunknak. Ugye? Ezt nagyon kevesen tudják megtenni. Ez még egy könnyebb dolog volt, mert mondok mereleket dolgokat. De majd az oda is eljutunk, ugye? És is sorolhatnám ezeket a példákat. Hova szeretnék kiukadni? Hogyha 2 ember együtt él, és mind a kettő egységben van önmagával, és szabad és boldog, akkor lehámlanak ezek az elvárósdik. És tudjátok, kiderül, hogy azok a szerepek, amikben bele voltunk helyezkedve, hogy kell viselkedni ugye egy nőnek, egy feleségnek, meg hogy meg kell viselkedni egy férfinak, mint férnek, vagy egy párkapcsolatban egy férfinak, ezek elkezdenek nagyon nem működni, ezek a szerepek. Elkezdenek összeomlani, hiszen a férfinak mit kell csinálnia, ugye keresni kell mindig a pénzt, meg mindenféle tenni venni a ház körül, barkácsolnia, meg a gyereket elmenni focizni, stb. A nőnek mit kell csinálni, takarítani, férfi mosolyát kell menni, ugye este meg szexiválni a férfit az ágyban, stb. Ugye, és ez hogyha lebontod ezeket az elvárásokat, akkor ott lesz 2 boldog ember, aki önmagában is boldog. És hányan vagyunk olyanok, ugye, akik megkérdezzük, hogy van egy szakításon túl vagy, és érzed, hogy szeretnél valakit magad mellé, egyszerűen nem bírod ki, hogy ne legyen valaki melletted. És ha megfigyeled ezt az érzést, akkor sokszor odajukadsz, hogy fél embernek érzed magad egy párkapcsolat nélkül, egy társ nélkül. És ha te egy fél embernek érzed magad, az azt jelenti, hogy te nem vagy egész. És ha egy párkapcsolatot egy ilyen hiányból, egy ilyen szükségből indítasz el, mert érzed, hogy valaki kell melléd, hogy támogasson, akkor te, hát most mondanám, hogy örök szenvedésre vagy ítélve, miért? Mert benned megélsz valami, önmagadban megélsz egy hiányt, hogy neked kell, ugye ismerik azt, hogy anyagilag nem tudod magad eltartani, vagy jön egy pasi, aki mondjuk eltart téged. Vagy nem érzed magad biztonságban, vagy jön egy pasi, aki mellett mondjuk biztonságban érzed magad. Fiúknál ez másképp működik. Stb. Hogyha te ilyen ebből indítasz a párkapcsolatot, akkor ezzel már eleve úgy indítod a párkapcsolatot, hogy beleraktál egy halom elvárást. Hogy a párodnak így és így kell viselkednie, és ezt kell megadnia neked. És ezért kvázi bilincsbe verted mind a kettőtöket, soha nem lesztek itt szabadok. Soha. Mert mindig ez fogja működtetni a párkapcsolatot. Ezt emberek milliói, milliárdjai élnek ilyen párkapcsolatokban. Ezt ismerjük nagyon-nagyon jól. És ahogy elkezdjük ezeket a ragáncokat, az elvárásokat lerakni, elkezdesz te önmagadban boldog lenni, akkor nem lesz szükséged a társadra, egy férfira, ha mondjuk nő vagy. Ha a férfi vagy, akkor egy nőre.
Ezt kérdezed, hogy milyen világhoz vezet? Hát elmondom, milyen világhoz. Egy olyan, ezt már lehet látni egyébként, barátaimon, magamon már lehet látni, akiket egy ismerek, hogy két ember azért lesz együtt, mert ők boldogok önmagukban, de együtt egyszerűen pont összeillenek, pont egymást támogatják, és nem egy hiányból fakadóan, nem egy elvárásból fakadóan, nem abból, hogy én elvárom, hogy te minden este majd simogassál, meg te minden este velem foglalkozzál, meg majd keressél pénzt, nem. Hanem egészek vagyunk, és úgy döntünk, hogy együtt éljük le ezeket a hátralevő napokat, amik még vannak az életből. Legyen az 1000 vagy 10 nap. És ehhez viszont egyfajta belső spirituális lépés kell, hogy te belül egész legyél. És itt jön be egy kis buktató, hogy amíg nem váltál, úgymond ez az egész így, amiről beszéltem, addig a társad pont a legnagyobb tanítóddá válik. Pont azáltal, hogy ő nem adja meg neked azokat az elvárásokat, amiket te szeretnél, pont azáltal tanít meg téged arra, hogy te ezeket megtanuld magadban. Tehát hány ilyen párkapcsolat van úgy, hogy ma nem szereted már egy idő után a másikat, és ott elkezded, hát hallottam már ilyet is, hogy utálni ugye a társad, csúnya válások, csúnya elszakadások, stb. Meg ugye a másik hibáztatása. És ugye azért ilyen a párkapcsolatom, mert a Béla az olyan, amilyen. Mert azért én a párkapcsolatom, mert a Juli az nem tudom milyen. És elődést a Bélától is a Jolától. És tudod, ha ezt egyszer meglátod, hogy amíg még nem vagy egész, el tudjuk fogadni, amíg még nem vagyunk teljesen egész, nem érzed ezt a teljes egységet önmagaddal, akkor addig ez a párod pont azt a gyengeséget tanítja meg neked, amit te nem mersz megnézni magadban. És ha ezt a lépést megnézed, hogy este nem tudom, itt van a társad, vagy nem, este hazamész, és gondolkodjál kicsit a párkapcsolatod, hogy miért hibáztatod a másikat. Az valójában a te gyengeséged, amit nem mersz bevallani magadnak, és kivetíted a társadra. Ez a legszörnyűbb, legnehezebben fölismerhető tükör. De hosszú terápiás, meg egyéb évek állnak mögöttem, tehát pontosan tudom nagyon, hogy ebből lehet a legjobban tanulni a párkapcsolatból. Az, amit mindig a másik a hibás, és tudtira be tudod bizonyítani, fogod az elméddel, és ilyen képetszerűen be tudod, föl tudod vázolni, ha pont így működne, hogyha nem dobnál le az okniát, egy ilyen kis egyszerű mozdulat, hogy nem dobnál le az okniát mindig a földre, akkor te nem lennél este idegenes, és a többi, és a többi, és a többi. Közben pedig a társad azt tanítja meg neked, hogy megtanuld a lazaságot, mondjuk, hogy egy zoknival a földön is tud létezni. Most csak egy butuska példát mondtam. Ez be tudod bizonyítani, hogy a társad a hülye. Én hányszor bizonyítottam a páromnak, hogy ő a hülye. Bocsánat. Tehát, hogy ő az, aki miatt szar a kapcsolatunk. Hát ezt milliószor meg tudtuk bizonyítani. Aztán rájöttem, hogy hát mégsem. Tehát, hogy ott van az, hogyha te belenézel őszintén ebbe az egész tükör dologba, akkor meglátod saját magad. Na és így fog a társadnak, meg az életnek az egyéb dolgai téged egész emberré tenni. És akkor szokott az történni, hogy te elkezdesz egészé válni, elkezded egyre jobban szeretni magad, és neked már nincs szükséged azokra a játszmákra, amiket megszoktál. Ugye, jaj, már megint nem mosogattál el, jaj, már megint nem, nekem kellett elmosogatnom. Jaj, már megint főztem, te meg se köszönöm. És a többi, és a többi, és a többi. Mindenkinek szerintem a kapcsolatában pontosan tudja, hogy miről gondolok, hogy vannak ilyen játszmák, amiket mint egy lemez így fölrakod, rá tűd, bekapcsolod, és pontosan tudod, hogy mi fog történni. Most ezt mondod, ő azt fogja mondani, te megsértődsz, ő nem tudom, akkor ordimáltam, stb. Durci, azt nem tudom, valami szexben vagy kibékülésben végződik a dolog, ez tőletek függ. Ugye ismerősök, vannak ezek a lemezek, amiket mindig föl lehet tenni. És mostanában én mindig így szoktam nevetni, látom, hogy elkezdjük felrakni a páromra ezt a lemezt, és akkor mondom, pontosan tudom, és előre szoktam, hogy figyelj, szépen, most ez fog történni, hogy te ezt fogod mondani, én azt fogom reagálni, stb. És utána azt fogjuk csinálni, hogy és akkor megállunk itt. Tehát, hogy ez egy jó dolog, ha te már felismered. Na és akkor mi történt? Az történt, hogy nem raksz elvárásokat a társadra. És tudod, szeretettel kezdtem, és így ugadunk ide a szeretethez. Hogy a szeretet, mint olyan, a szeretet, sok minden tartozik ez a szóhoz, most definiáljuk újra. A szeretet az csak van. Nem vágyik semmire. Ez a leg
szörnyű dolog talán, ugye, mert mindig vágysz arra, hogy simogassanak téged, szeressenek, puszilgassanak, kedveskedjenek, hozzanak neked virágot, ugye, hogyha ha nő vagy. Egy csomó mindenre vágysz, hogy te szeretet jusson el hozzád. De figyelj, tudod ezt, tudod, hogy minek a pótlása? A benned levő önmagad szeretetének a hiányának a pótlása. És ha te nem szereted magad, azon nincs önmagad irányában, egy teljes elfogadásod, akkor ezt honnan várod? Hát a külvilágból várod, hogyha te nem szereted magad, és az mint egy ilyen rés tátong a szíveden, önmagad utálata vagy lenézése, ez mindenkiben ott van, sajnos, és ezt szeretnéd bepótoltatni. Elvárás. Rárakod a társadra azt a súlyt, megkötöd, meg a világra, megkötöd őt, és elvárod, hogy ő mindig szeressen téged, minden körülmények között. Viszont neked ott az a jut, és akkor, hogyha ő nem szeret, akkor mit csinálsz? Jaj, drágám, mert te nem is szeretsz engem, és akkor lehet rajta hisztizni. És te érzed, ugye megbántottnak magad, hogy téged nem szeretnek, és jogos joggal érzed azt, hogy te most szenvedhetsz, ugye, és elkezdesz szenvedni, hogy téged nem szeretnek. Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi játszma, és tudod, egyetlen egy a kiinduló pontja mi ez? Önmagad szeretetének a hiánya. Ez a kiinduló pontja. És ha itt van ez a december 21, ami ugye mai naptár vége, világ vége, új világ kezdete, valójában ez egy fordulópont, egy ilyen átmenetnek egy fontos lépcsőfoka, erről már beszéltünk, biztos hallottad. Szóval ez egy nagyon fontos lépcső lesz, úgymond ez lesz a legfontosabb, az egyetlen legfontosabb dolog, hogy te tudod-e teljesen szeretni önmagadat. Tehát úgy, ahogy vagy. És ilyenkor szoktad ezt elmondani, de Balázs, hogyan szeressen önmagam, mint amikor tegnap is megbántottam a nem tudom én kicsodát, és azt mondtam neki, hogy bele, és ugye megsértődött, és ugye hát úristen, muszáj, hogy nem szerethetem azért magam, hiszen múltkor is csúnyán viselkedtem, ha most ezt elfogadnám magamban, akkor máskor is csúnyán viselkednék, és máskor is megbántanék valakit. Ugye ismeritek ezt az érzést? Amikor nem mersz önmagad lenni, mert félsz, hogyha önmagad vagy, akkor megbántod a másikat. Félsz, hogyha elkezded élni, elkezded ezt a szabadság dolgot, akkor mindenki elhagy. Félsz, hogyha elkezded élni ezt önmagadat, és elkezded szeretni magadat azt, aki vagy, és ezt így belenyomod így a világba, akkor mit fognak rólad gondolni? Egy csomó mindent fognak rólad gondolni. És így jön be az, hogy te tényleg szereted magad, akkor keresztülmész ezeken, és rá fogsz jönni, hogy sokkal jobban megéri az a szabadság, és az önmagad szeretete, és az a mindjárt, ami vár rád, amit majd mindjárt részletezek, mint az, hogy benne maradj egy ilyen függésben, egy ilyen állandó drámában, egy állandó szenvedésben. És azt megléped, ezt úgy szoktam hasonlítani, egy olyan hasonlatot szoktam mondani, hogy bocsánat azoktól, akik már ezt újra hallják, hogy amikor benne vagy egy ilyen rendszerben, egy csomó ilyen megfelelésben vagy benne, mint egyfajta ilyen dobozokban. Képzeld el, hogy van egy csomó doboz a fejedben, föl van címkézve, ugye, hogy hívják, milyen, hogy kell viselkedni egy jó feleségnek. Című doboz. Van egy, hogy kell viselkedni egy jó embernek, hogy kell viselkedni egy jó spirituális embernek, milyen az a szeretet, doboz, ez mind doboz, és ott vagy mindegy dobozkán, amit belegyömöszölve. És ez a dobozban abszolút nem tud szabad lenni, hiszen de vagy dobozolva. Na most mi vár rád, hogyha elhagyod ezeket a dobozokat, akkor kijössz onnan a dobozokból, akkor ott leszel egy doboztalan térben, ahol nincsenek címkék, nincsenek elvárások, nincs semmi. Mi van ott? Azt fogod találni, hogy itt vannak rajtad kívül más szabad emberek, akik szeretik magukat, akikkel, hogyha feléjük fordulsz, megnézed, hogy figyelj, van most időd rá. És azt mondja, hogy igen, van. És akkor együtt vagytok. És azt mondja, hogy figyelj, most nem érek rá veled foglalkozni, és te azt mondtad, hogy jó. És nem sértődsz meg. Mert tudod, hogy ő is szabad, te is szabad vagy. Nincs elvárás. Ez egy elképesztő dolog az elméd, ezt nem tudja megmagyarázni, hogy ez hogyan működik. De működik. Én látom, hogy működik. Amikor mindenki, tudod, szabadon kapcsolódhat a másikkal. És itt van ez a szeretet, tovább nézzük. 2012. december 21. azért hallottad már biztos azt, hogy úgymond az új világ, az új energia, hogy ott szeretet lesz, meg egység. Na nézzük meg ezt a szeretet, meg egység dolgot, mert itt rengeteg tévképzet van. Ugye, ha szeretsz, lehet-e kicsit szeretni? Ugye lehet-e úgy szeretni, hogy azt mondom, hogy én téged szeretlek, na de téged már nem szeretlek. Akkor az vajon igazi szeretet? Vagy lehet-e úgy, hogy hát bizonyos dolgokat az életben szeretek, de bizonyos dolgokat nem szeretek az életben?
Ugye én azt mondod, hogy ez egy normális dolog, hiszen miért szeretnéd azt, hogy eltelik a lábad? Ugye te azt szereted, amikor sok pénzed van, meg sokan rajonganak érted. Ugye ezek a dolgok, amik szeretünk, van egy csomó, amit nem szeretünk. Na, ez így fogja és így félbevágja az életedet. Beleköt ebbe a dobozba. Mert hogyha te kinyitod magad, ha te úgy azt mondod, hogy figyelj felsőbb lényem, figyelj teremtő, vagy nem tudom kiben hiszem, miben hiszem, figyelj, most elkezdem szeretni a világot, akkor hidd el, hogy nem lesz olyan dolog a világban, hogyha te teljesen kinéz, amit ne tudnál szeretni. Senki. Mindenkiben meg fogod látni, tudod, ezt szokták mondani, hogy a megvilágosodott mester vagy az angyalok mindenkiben látják, mindenki tudnak szeretni. Mindenkiben meglátják az isteniét. Vagy bármi. Mindenkit fogsz tudni szeretni. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a szíved így kinyílik, minden csakrád kinyílik, minden részed kinyílik. És nem lesz olyan dolog, amilyen azt mondod, hogy ettől ezt bezárkózom és elzárom magam, nehogy megbántsam. Teljesen kinyílsz. Na most, ha teljesen kinyílsz, akkor ez az a szeretet, amiről beszélünk, de ez az új világ, amifelé tartunk, hogy mindenki szeret mindenkit. Te figyelj, hogyha te mindenkire kinyíltál, akkor pontosan tudod azt, hogyha ő most éppen egy olyan állapotban van, hogy nem szeretne veled éppen beszélgetni, vagy nem ér rá, mert más dolga van, akkor nem sértődsz meg, hogy a barátnőd már két hete nem hívott föl, hanem ráérzékelsz, teljesen benned van az együttérzés, a megérzés energiája, és nem fogsz egy drámát belerakni, hogy már két hete nem hívtál föl Joli, nem is így viselkedik az igazi barátnő. Az igazi barátnő az minden nap fölhív. Ugye, és tele csomó ilyen doboz van ugye a fejünkben. Na figyelj, hogyha te kinyíltál teljesen, abszolút megérted a másikat. Nem lesznek ilyen játszmáid. Nem lesznek drámáid. Nem lesz emiatt szenvedned. Ez egy rossz hír. Ez egy rossz hír sajnos, mert most imádunk szenvedni. Ha most így megkérdezem téged, akkor titeket, akkor egy csomó minden miatt szenvedsz, ugye? Szóval az ország, szóval a pénzügy, nincs pénzed, nem szeretnek, nem jó a párkapcsolatod, nem jó az egészséged, ezt nem tudom, már mondtam, egy csomó minden miatt szenvedsz. Ott akarod-e hagyni, ugye? És képzeld úgy az életedet, hogy nem lesz mi miatt szenvedben. Na, hogyha pillanatra képzeld el, hogy nincs mi miatt szenvedben. Semmi. Nincs okod a szenvedésre. Mivel fogsz beszélgetni a mostani barátaiddal? Nem lesz mit elmondani, hogy megint voltál a veséddel, nem fogod tudni mondani, hogy megint a férjed, nem tudom, megint ivott. Nem tudsz majd miről beszélgetni, mert most általában miről beszélgetsz, az ország szar, nem tudom mi, ez nem jó, az nem jó, erről beszélgetsz. Ha te teljes elfogadásban jössz, akkor ezek a témák nem lesznek. Te ezt így akarod, mered? Nem fogsz tudni, mi miatt szenvedni. Nem lesz pénzed, boldog leszel, egységben leszel, bőségben leszel, szeretni fognak. Véget ér a dráma. De figyelj, én elmondom nektek, egy csomó ember ezt nem szeretné. Egy csomó embernek tovább akar szenvedni és drámázni, tovább akar szívni másokat, tovább akar pletykálni, tovább akar ezt csinálni. Egy csomóan szeretnek szenvedni. Most megkérdezem, te szeretsz szenvedni? És bizony, hogyha őszintén belenézel, és én is belenéztem ebbe a tükörbe, bizony volt bennem egy rész, ami azt mondta, hogy tök jó dolog szenvedni. És azt mondani, hogy jaj, mert megint nem foglalkozol velem, jaj, mert megint nem értesz meg, és akkor ebből nyerem az energiát, a figyelmet. Ez ott van mindenkiben. Figyelj, ennek a világnak lassan vége lesz. Te döntöd el, hogy ennek hogy vetsz véget. Hogy még benne maradsz ebben az állandó szenvedésben és problémázásban, vagy pedig tényleg kimered nyitni a szíved, és azt mondod, hogy elfogadok mindent. Ugye milyen nehéz elfogadni mindent, hiszen ha elfogadsz mindent, akkor majd jönni fog egy olyan törvényt hoznak mondjuk a hanatjáink, ami neked nem fog tetszni, és azt mondod, hogy de Balázs, hát hogyan fogadnám el ezt a szart? Bocsánat. Ugye be tudod bizonyítani, hogy ezt elfogadhatatlan. Úgy ismerünk ilyet, ugye, hogy ez elfogadhatatlan. Ennek vége lesz. Azt mondod, hogy hát megértem, hogy van egy ilyen, neked nincs között hozzá, nincs ilyen az életedre. Ha akarod, akkor nem ad rá, és kész. Tovább állsz, és csinálod tovább a dolgodat. És én azt vettem észre, ilyen mélyebb szántok tanfolyamokon, meg előadáson, amikor beszélgetünk, hogy a világban a 80%-a az életednek, ami miatt problémázol, az valójában nem is lenne probléma számodra. Ezt be tudom bizonyítani most itt, de személyesen ezt be lehetne bizonyítani. Tehát a józan paraszt észre. Mert 80%-ban fölösleges dolgokon rágódsz, amiben tele van bele a fejed. És mi ugye ezzel van tele a fejed, az elméd, ezen kattogsz,
azok, amik igazán fontosak lenne számodra, azt nem hallod meg. Mert ott van benned egyfajta egy ilyen, hívhatjuk belső hangnak, de ezt ugye sokan intuíciónak is hívhatnánk, de ez talán több annál, ez, amit te valójában vagy. Tehát a belső éned, amit te igazániból vagy, az ott van benned, és az ott állandóan egy kis halkmuzsikát játszik. De a fejedben dübörögnek ezek a gondolatok, dübörög a gazdasági helyzet, a politika, dübörög benne a pénzügy, a szomszédnak a dolgai, a barátnői dolgai, a tévé, a rádió, az újság, minden ott dübörög benne, és ezt a hang valamit nem hallod meg. Erre jó például a meditáció, vagy bármilyen technika, amivel egy kicsit kilépsz ebbe, elengeded ezeket az íziket. És tudod mi, ez elképzelhetetlen a számodra, a legtöbb ember számára elképzelhetetlen az, hogy ne kezdjen el foglalkozni a világ dolgaival. De hát, hogyha nem foglalkozol a világ dolgaival, akkor úristen, ha nem figyeld a híreket, akkor úristen, nem figyeld, hogy ki van, mi van, akkor úristen, megáll a világ. És ha elkezdenél csak magaddal foglalkozni, akkor rájönnél arra, hogy milyen egyszerű is ez. És tudod, ez a nagyon szép az életben, hogy egyszerű, nagyon-nagyon egyszerű. És tudod, amikor én mindig olvastam a megvilágosodott mesterek, ezt szokták mondani, Tolle, Adamus, Buddha, Laoce, és mindig azt írja, hogy létez könnyedén. Ugye, hát a létezés az egy nagyon könnyű dolog, az világ legtermészetesebb dolga. Na és akkor itt ott voltam én, mondtam, hogy csúnya szót illettem a megvilágosodott mester, hogy a fenéket, könnyed, hát tele vagyok ezzel és ezzel és ezzel a problémával, meg különben is a párom izé, meg az anyukám, ja, az a végkép, meg a kormány, meg a munkahelyem, hogy legyen már könnyű. Könnyű a némikép. És tudod, tényleg ez az, hogyha elkezded ezeket a dolgokat a fejedből kirakni, szépen ezekből a dolgozatból elkezdesz kijönni, akkor rájössz, hogy tényleg olyan egyszerű. Tényleg olyan egyszerű, és ezt tudod, hogy mitől függ? És megint visszatérnek a szeretethez. Ez attól függ, hogy te szereted magad. Hogy mennyire bünteted magad. Mert minden egyes olyan dolog, ami miatt bünteted magad, az egyfajta egy ilyen súly, amit egy ilyen pacsukba bepakolsz. Tehát ugye van benne gyerekkoromban, jaj, gyerekkoromban ezt is ezt csináltam, vagy édesanyám, édesapám ezt is ezt csinálták velem, jaj, de szerencsétlen vagyok, bum, beraktad ezt a zsákodba, és ott cipeled. És ha ránéz, egymást magadban nézel, akkor meg fogod látni, hogy baromina sok ilyen kis terhecskét cipelsz magaddal. Hogyan lehet ezektől megszabadulni? Kérdezzük, ugye? Hiszen szeretnénk ezektől megszabadulni. Szabaduljunk meg tőle. Na, most vannak erre módszerek? Ugye egyesével bele lehet nyúlni ebbe a zsákba, meg lehet nézni, ó igen, gyerekkoromban, születéskor felszedtem egy traumát, ugye a születéskor, na, ezt megoldottam, több mindegy, hogy milyen módszer. Elmegyünk előző életbe, igen, előző életemben megégettek, kis olyan dobozka. Nem nagyon fogsz a végére jutni egyébként, ezt így borítékolhatom, mert így mindig tele fogod tölteni ezt a zacsit. Miért? Mert ahogy éled az életedet, folyamatosan kvázi nap mint nap pakolsz bele újabb és újabb dobozkákat, amiknek találsz újabb és újabb gyökereit, ugye a múltban mindenhol is. Szeretd ki, oldod meg, foglalkozol magaddal, ugye a spiritus ember ezt csinálja, és sose jut a végére. És én ezt megpróbáltam ezt a nagyon tisztítást, és oda jutottam ezzel a tisztításra, hogy ennek sose lesz vége. Mondtam, hogy akkor itt módszert kell váltani. Mi a módszer? Az a módszer, hogy nem rakok bele többet. Nem rakok bele többet. És hogy nem rakok bele többet? Ha elkezdtem szeretni magam. Ez nagyon nehéz volt az elején, mert én nagyon hülye kis gyökér, köcsök gyerek voltam. De tényleg, most nevezze tényleg, aki 10 évvel ezelőtt ismerkező, pontosan tudja, mit csinál ki? Pontosan ezért. De komolyan, most múltkor volt a 15 éves érettségi találkozom, és akkor előhozták az osztálytársaim, volt egy ilyen film, a Ki mit tud, amit csináltunk a gimnázium első osztályában. Én kis, az egész osztály szerepelt, előadott valami darabot, aminek nagy részét egyébként én írtam meg, és ott láttam magam, illetve nem is én voltam, láttam egy ilyen kis mufult, köcsök gyereket, aki ott mindenki fumigált, és lenézett, és utálta a világot, látszott rajta, mondom, ez voltam én. És azt hiszem, hogy tényleg utáltam minden embert egyébként, tini koromban, meg 10 évvel ezelőtt. Ugye jó kezdet, na ide el lehet jutni, én most meg mindenkit szeretek. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon utáltam az embereket, mindenki gátos volt, csak én voltam. Jó, így gondolkodtam. Szóval eléggé gátos voltam. És tele voltam világszfájdalommal, mert mindenki csak engem bántott, a csajok nem szerettek,
a pasik mindenki erősebbek voltak, ugye hát ezt sejtheted, ugye mindig megvertek, a lányok nem szerettek, szóval elég szar volt az élet. Már bocsánat. Egy gyanús volt, hogy szóval elkezd, én ezt, volt bennem egy dolog, ami a kereste a világosságot. És akkor ezzel eljutottam ide, hogy úgy lehet ezt megállítani, ha nem rakok többet bele ebbe a zsákba. De hát mondom, akkor ilyeneket kéne csinálni, hogy meg kéne szeretni az embereket. Hát ez nem, az nehezen ment. Aztán elkezdtem. Úgy 10 évvel ezelőtt, amikor jártam ilyen gyógyító technikára, hogy mindenki ölelgette egymást 15 évvel ezelőtt, ugye? Hát az nagyon gyanús volt, az új, megöleljek valakit, hát ez nem nagyon nem. Most már meg bárkit tök nagy örömmel megölelek, mert imádtam, mert annyira jó, mert áramlik az energia, és megy a szeretet, és nagyon szeretem, úgyhogy lehet ölelgetni, nyugodtan. Mert engem is, mert egymást is, mindenki. Mert annyira jó érzés. És elkezdtem, hogy mondom, tehát én nem akartam több cuccot belerakni, elegem volt abból, hogy az élet szar, tehát ebben nekem nagyon-nagyon méretetlen elegem volt. És azt mondtam, hogy oké, akkor ezt most megcsináljuk, nem lesz többet ilyen, nem rakok bele többet. És tényleg elkezdtem megfigyelni, hogy mikor rakok bele ilyen szenvedés kockát, tehát akkor, amikor volt egy csomó elvárásom, hogy a világnak hogy kéne működni. És megfigyeltem azt, hogy valójában minden azzal a kapcsolatban, hogy nem szeretem magam. Hát ez nagyon nehéz volt, hiszen hogy szeressem magam, amikor én egy ilyen, tudjátok, miket mondtam az előbb, egy ilyen gyerek vagyok. Nagyon nehéz volt megtenni az első lépést, meditáltam rá. Az volt a titka, hogy én elkezdtem így élni önmagamat. Azt mondtam, nem érdekel, ez volt 2006-ban, nem érdekel, én most csinálom azt, amit érzek. Mindenki nagyon furán nézett rám, azt mondja, Balázs, most olyan fura vagy. Hát mondom, persze, hogy fura vagyok, mert ez egy hülye gyerek volt, aki voltam, de én most már egy nagyon jó fej gyerek vagyok. Majd meg fogjátok látni. Hát fertén néztek rám a barátaim. Aztán nem is lettek a barátaim, párra megmaradtak. Csak. És így elkezdtem úgy magam én, és elkezdtem azt csinálni, amiben hiszek. Ezt úgy mélyre le kellett ásni, és azt mondtam, hogy nem érdekel, bizonyos dolgok fontosak számomra, én ebből nem adok, mert hogyha ebből engedtem, akkor mindig pórul jártam. És megfigyeltem, hogy mikor vagyok boldog, és mikor érzem magam rosszul. Megfigyeltem, hogy miért érzem magam akkor rosszul. És hogy megfigyeltem, hogy belementem egy csomó olyan helyzetbe, amiben ugye nem is akarsz belemenni. Hányszor van ilyen? Hogy belemész egy helyzetbe, és nem tudunk, és olyan nehéz nemet mondani. És ilyenkor veszeled meg érzetet, és nemet mondasz, és hátat fordítasz. Meg lehet csinálni, egyre könnyebb, és ez mind attól függ, hogy szereted-e magad. Mennyi idő van? Ezt mi ketten tudjuk el. Igen, ja. Na szóval. Lélegezzünk egy kicsit, ha eddig nem tetted volna. Mármint úgy, hogy most egy kicsit tudatosan, jó? Kicsit lélegezzünk. Lélegezd be azt, ezt az érzést, hogy én nagyon szereted magad. Nagy az ellenállás. Azt éreztem, hogy megszólalt egy csomó mindent. Hogyan szeress, ugye? Hogyan szeressen magam, Balázs? Föltette valaki ezt a kérdést? Tegye már fel a kezdet, aki föltette ezt a kérdést, hogy hogyan kell magam szeretni? Szupi. Hogyan kell magam szeretni? Nehéz ügy. Mert nincs rá válasz. Ez a legszörnyűbb dolog, hogy nincs rá válasz. Azt kell csinálni, ezt mindig utálja mindenki, amikor mondom, hogy csak el kell kezdeni. El kell kezdeni, hogy leülsz és megpróbálod. Megpróbálod. Elsőre nem fog sikerülni. Próbálsz, szereted, hát semmi. Nagyon sokat próbálgatod, hogy idő után menni fog. Hogy idő után menni fog, sikerülni fog. Egyre jobban. Tudod, kérdezem magadtól, és legyél egy kicsit őszinte magaddal. Szeretnéd szeretni magadot teljesen? Úgy 100%-osan, nem 97, nem azt mondani, hogy igen, szeretem magam, de jó, olyat nem. Azt mondani, hogy elmered-e azt képzelni, tényleg ez lesz meg, elmered-e képzelni azt, hogy te teljesen szereted magad, kompromisszumok nélkül, minden úgy, ahogy vagy, egy szuper csaj vagy egy szuper srác vagy mind a kettő, nem tudom. Ki tudja, szabadok vagyunk, mert mi lehet. Elmered hinni? Na fiam, nem mered elhinni, akkor még próbálod előbb elhinni, hogy ez talán működik. Ha elmered hinni, akkor mi megkérdezzük, hogy hogyan. Úgy, hogy elkezded a számodra fontos dolgokat csinálni.
megfigyeld, hogy mi az, ami valójában fontos számodra, mi az, ami boldoggá tesz téged. Na, ez most megvan, és akkor egy kis asztrológia, és akkor utána szünet. Mondtam, hogy itt van ez a képlet, ami is decemberben lesz a csillagos égbolton, asztrológiai képlet, ma éppen szemben áll, ma holnap, a nap a Jupiterrel. Ez a két szeretetet szimbolizáló égitest van az égen, ugye a nap hát az a teljes kiáradás, a Jupiter pedig a szeretet bölcsesség, ugye a főisten, aki a bőség, a kiáradás, a hit szimbóluma. Most ők szemben állnak. Ráadásul a Jupiter, az ugye az ikrek jegyében jár, ezen poláris helyzetbe kerül, tehát ez azt jelenti, hogy egyfajta ilyen feszült helyzetben van, mert a Jupiter a vele szemben álló, nyilván a nyilasban érzi jól magát. A nyilasban az szemben áll az ikrek jegye, ez a két jegy ugye szemben áll. Az ikrek ugye ez a tavaszi, vagy a nyár elejé, ugye a nyilas pedig ugye a téli. Az ugye most van a nyilas, akik most születek, azok pontosan tudják, tehát ők szemben állnak. Az ikrekben jár a Jupiter, és ő a nyilashoz tartozó bolygó, tehát ő most szembenállásban van a saját jegyével. Ez egy ilyen feszült helyzet. Jött a nap, a másik szeretet, ő pedig ugye belépett a nyilasban jár most, a nyilas jegyében, tehát ő szembenállásban van, tehát egy ilyen nagyon, nagyon feszült a szeretetben, egy nagyon feszült helyzet alakult ki, hogy te szereted-e önmagadat. És nem tudom, mert voltak-e mostanában párkapcsolati problémáitok az elmúlt egy-két hétben, nagyon zúzósak. Na igen, hát zúzós, ez most nagyon zúzós, majd erről tegyetek fel kérdéseket és akkor beszéljünk. Itt van ez a poláris szeretet, és itt jön be az, Jupiter az ikrek jegyében, az ikrekhez tartozik ugye a jó meg a rossz birodalma, a megismerés, itt a három dimenziónak a megismerése, a mozgékonyság, hogy én hogyan gondolkodom a világról, milyen ugye Jupiter az ikrekben milyen igazságok mozgatják, működtetik a világot körülöttem, amit megismerek, a jó meg a rossz birodalmában. A szeretetem, az tulajdonképpen most polarizálódik, azaz van a jó, ezeket a dolgokat szeretem, ugye ez olyan, mint a titeket itt szeretnélek, a titeket meg nem szeretnélek. Ez nem így van. Jó, nem így van. Ugye, de itt szabul éreztétek magatokat, én még itt örültétek, hogy ezt mondtam, hogy megszólt a háromdimenziós elmet. Ugye, mert eleve hogy lehetne ilyet csinálni? Ugye most ide jönnének a jobb oldaliak meg a bal oldaliak, és ugye több mindent, tehát szint választod a világot, szeretem emberekre, meg nem szeretem emberekre. Ez feszült, ez nem működik, gyerekek, véget ér ennek a világ. Mert ez hova vezetett? Ez oda vezetett, ehhez a világhoz vezetett, ahol az önzés vette át a hatalmat, mindenki magának akar jó. De én ugyanezt mondtam, nem, hogy akar magadnak jót. Hát ez a turpisság benne, hogy lehet úgy jót akarni magadnak, hogy te ezt elveszel a másiktól, vagy csak pusztán önmagadból kiáradóan te egyszerűen jól érzed magad a bőrödben. Ugye milyen nagy különbség? Hogy ne úgy legyél jó, a másiktól függetlenül érezd magad a bőrödben jól. Tehát ne kelljen a boldogságodhoz a többi ember. Hú, ez most jó mondat volt, ezt most jegyezd meg. Ne kelljen a boldogságodhoz a többi ember. Ne azért akarjál jó autót, hogy majd a többi ember azt fogja mondani, hogy váó, de jó megy ennek. Ne azért akarjál jó kapcsolatot, hogy majd csini dögi csaj, hogy mellette vetíthetsz, hogy milyen dögös csajod van, mert ez megint ugye, megint a boldogságodat a külvilágtól teszed függővé Jupiter az ikrek jegyében. Szemben áll a nappal, ugye nyilasban meg az isteni, a teljes, a az a dáó, minden szeretet van. Tehát válasz. Most ez a választás ideje van, és ez nem úgy választás. De egyébként tényleg választás ideje van, hiszen választanod kell, mert jön ez a december 21 is, nem jelent mégse semmit, de mégis fontos ez a dátum, nem kell túlmisztifikálni, de nagyon fontos lesz, hogy te mit választasz az életedben, hogy azt választod, hogy te meg akarsz felelni a külvilágnak, hogy te fontosnak érzed azt, hogy mások mit gondolnak rólad, hogy fontos számodra az, hogy te csili-vili csaj legyél, vagy fiú, aki mindig mosolyog, meg tündibögyörül, de egyébként otthon meg sírsz esténként a párnák közt. Szóval ne akarjál megfelelni senkinek, csak egyedül önmagadnak. És ehhez nem kell a másik. Tehát itt jön be, hogy ez nem önzőség az, amikor magaddal foglalkozol, az nem önzőség.
Bár minden spirituális rendszer, sajnos vagy nem sajnos, sokszor azt mondja, hogy ha magaddal foglalkozol, akkor önző vagy, és mindig ugye a másikat szeresd. De figyelj, most nagyon figyelj, hogyan tudnád, mi az a szeretet, ha önmagadat nem szereted, akkor hogyan szeretetnéd a másikat? Ez egy nagyon fontos valami. Ez a titka. Mert ha nem tudod, mi az a szeretet, hiszen nem szereted magad, te nem vagy elvárással, hogy a másik szeressen, akkor hogyan fogod a másikat te szeretni, ha egyszerűen azt sem tudod, hogy milyen érzés az a szeretet, hiszen honnan tudnád? Amit a másiktól kapsz, az nem szeretet. Az csak valami cucc. Nem, sok mindenek hívhatnánk, de megvizsgálod, az nem szeretet. Oda megyek hozzád, megölek, azt mondom, hogy szeretlek, az egy érzés. Nagyon jól esik, én is téged nem szeretlek, de azt az elmúlik. De amikor benned van ez az állandó szeretet, állandó jól érzem magam a bőrömben, na az a szeretet. És tudod? Na akkor fogsz tudni szeretni. Ez az én titkom, hogy meséltem, milyen köcsög gyerek voltam régen, amikor azt láttam, hogy mindenki engem szeressen, és senki nem szeretett engem, és ezért nagyon szenvedtem, és elkezdtem magam szeretni, és akkor elkezdtem tudni megszeretni az embereket. Azokat az embereket, akiket én nagyon nem szerettem. Hát én pontosan tudom, milyen az nem szeretni az embereket. Így nőttem föl, hogy engem nem szerettek, én is szerettem őket. És elkezdtem magam szeretni azt az embert, akit a legjobban utáltam, önmagamat. Ismerős? Elkezdtem magam szeretni, és akkor most már azt érzem, hogy bárki tudod, de ez nem vicc, én ezt most halálosan komolyan mondom, gyerekek, hogy én tényleg tudok bárkit szeretni, ezt kipróbáltam. Meg minden. Tényleg. Tényleg. Jött egy-két próbatétel, talán egy-kettőt már meséltem is így előadásokon, bár mosolyogtok, jött egy-két próbatétel az életben, és most bárkit így. Tudod, hogy miért? Mert bennem van a szeretet. Mert szeretem magam. Nem azért mondom, hogy villogjak, abszolút nem azért. De én azt látom, hogy ez a titka. Ez az egy út van, úgymond, tényleg nincs más. Hogy elindulsz befelé, és elkezded szeretni önmagadat. Különben elveszel megint ugyanabban a játszmában, tudod? És ugyanúgy pakolod bele a cuccokat a hátizsákodba. Na de ha elkezded magad szeretni, akkor nem fogsz több cuccot belerakni a hátizsákodba, sőt azt is rájött, hogy jé, nincs is hátizsákom, és valójában ledobtam az úton. És egyszer hátizsák nélkül, tele cuccal fogsz boldogan menni az úton, elvárások nélkül. És tudod, ha te tényleg szereted az életet, tényleg szereted Istent, akkor nem lesz felé elvárásod, mert most van. Ó Istenem, legyek már gazdag, legyen már boldog párkapcsolatod, tele vagy elvárásod Isten felé. A Teremtőnek van elvárása irányodban? Hidd el, hogy semmi nincs. Nem kell jónak lenned, meg bűnösnek, semmi nincs. Hidd el, hogy nincs. Nincs elvárása. Érezd rá, nincs elvárása. Legyél, aki vagy, ezt mondja. Ezt mondja a Teremtő, hogy legyél, aki vagy. És érezd magad jól benne. És hidden nem fogsz másokat bántani. Bízol ennyiben önmagadban, hogy tudod, hogy nem fogsz másokat bántani? Mert nem bízom magadban. Miért? Mert nem szereted magad. Ha szeretnéd magad, akkor pontosan tudnád, hogy de hogy fogok én bárkit bántani. Ugye most én elmondtam, hogy én mindent megteszek azért, hogy én szeressem magam, mégis van egy működő párkapcsolat, ami szerintem most valamire jól működik, ezt megkérdezhetek Gabit, hogy tényleg így gondolja, szerintem, de én adom a szabad szájába, hogy van két kis gyermekem, 2 és 4 évesek, és működik valahogy ez a dolog, el nem tudom képzelni, hogy hogyan, de ugye szeretem magam, és ez azt jelenti, hogy ha szeretem magam, akkor ugye bármikor hagyhatok csapot papot, a fenéket, ez nem erről szól, ez az ego. Én úgy is szeretem magam, hogy közben a gyerekemet kell etetni, meg pelenkába tenni, meg nem tudom. Közben is tudok szabad lenni. Érted? És ez tök jó. Mert én szenvedtem, hogy otthon kellett pelenkát cserélni, mert büdös volt, meg izé, meg nem tudom, ez ugye ez női dolog. De nem. És ott most már tudok közben szabad lenni, úgyhogy ezt csinálom. De azért, mert közben szeretem magam. És tök mindegy, hogy hol szeretem magam, nem? Egyébként mindegy. De ott, és választ, tudod mit? És nem, pont nem lesz mindegy. És választani fogok, hogy igen, nem fog belemenni a trutyiba, és nem fogom a trutyit választani, mert tudom, hogy én szeretem magam annyira, hogy nem menjek bele a trutyiba. Is szeresd magad, ne menjél már bele a trutyiba. Jó? Ne éljél egy megalázó párkapcsolatban, egy megalázó csomó élethelyzetben, amit belerakod magad, mert azt hiszed, hogy ilyen az élet. Ez a legnagyobb hazugság, csúnyán szót akartam mondani. Ez a legnagyobb hazugság, amivel etett téged a világ, hogy neked tűrnöd kell a rosszat. Figyelj, tűri az a rosszat, aki mondja, jó? Tűri az a hülyeségeket. Ha szereted magad, nem fogsz olyan helyzetekbe belemenni, ahol téged megaláznak, kihasználnak, stb. Ahol szabad érzed magad. Változtass, működik, hidd el, hogy működik. Na ez a dimenzióváltás, hogy elhiszed, hogy működik.
és elhiszed, hogy tudod magad szeretni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.